Hatodik alkalommal adott otthont a városi sportcsarnok az Óvi Olimpiának. Március 21-én a belvárosi óvodák nagy csoportosai mérték össze a tudásukat. A sorrend a 7 feladatra kapott pontszámokból alakult ki. A kisgyermekek és az óvodapedagógusok is élvezték a versengést, a lelátón csoporttársak, szülők, nagyszülők izgultak. 2016-ban a Sportváros Kft. Létrejött, akkor egy beszélgetésen Geri Gyuri ügyvezető úrral határoztuk el, hogy rendezünk Óvis Olimpiát, ami nagyon jól indult, úgyhogy minden évben ezt megismételtük. Korábban két korcsoportban is csináltuk, középsősöknek és nagycsoportosoknak. Sajnos 2 év kimaradt, ezért volt most a 6., idén csak a nagycsoportosoknak rendezzük. 2 elődöntővel, az egyik elődöntő az ma zajlott, ugye a városi óvodákkal, csütörtökön pedig a város környéki óvodák lesznek a versenyzők. Csütörtökön a második versenyen Ajkarendek, Padrakút, Noszlop, Urkút, Magyar Polány és Nyírád óvodásai vettek részt. A döntőbe, amelyet március 28-án tartanak, mindkét elődöntő 3 legjobb csapata kap meghívást. Helyezéstől függetlenül minden csapat ajándékot kap. Érmet, műzliszeletet, illetve majd a ugráló város délelőttöt kapnak ajándékba, illetve egy sportváros ajándékcsomót kap minden óvoda, de teljesen egyforma ajándékot kap mindenki, tehát azt szerettük volna ezzel elérni. Nyilván a versenyszellem kell, és mindenki nyerni, akkor ez látszott az óvónéninek a mai munkán. Nagyon köszönöm a munkájukat, meg a segítségüket, mert tényleg nagy alázattal és nagy jókedvel végezték a munkájukat, és segítették a gyerekeket. Készültek is a versenyre, ezt is tudom, úgyhogy teljes mértékben egyforma ajándékot kap mindenki, mondom még egyszer, mert így gondoljuk ezt, hogy ebben a korban még az a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát, és tanulja a versenyszellemet. Kedden az első helyen végzett a Patakparti Óvoda Ficánka csoportja 29 ponttal, második lett a Vizikék Vizimanó csoportja 26 ponttal, harmadik a Katicából a Micimackó csoport 23 ponttal. A 7 színvirágból a futóbabok 14, a zöldikékből a zöldgyémántok 13 pontot gyűjtöttek. Az érmeket Rácz Nénémet Csilla óvodavezető adta át.